Így néz ki a levegőből a Tisza felső szakasz a Záhony térségében. A folyó tegnap 727 cm-rel tetőzött a határvárosnál, az árhullám pedig most a Zsurkalatti folyó szakaszoknál tart. A jégtorlódás okozta vízszintemelkedés hatása miatt Szabolcs-Veresmart és Nagyhalász között másodfokú, Zsurk és Szabolcs-Veresmart között harmadfokú, Tiszabercel térségében pedig elsőfokú árvízvédelmi készültséget tartanak. A jégtorlasz, amely másfél és 3 méter közötti vastagságú, egyelőre nem mozdul. A szakemberek a Dombrád és Tiszaberce közötti folyószakaszon harmadfokú árvízvédelmi készültségi szint közeli vízállást várnak. Most ugye a torlasz továbbra is ebben az S-kanyarban, Komoró térségében van, és gyakorlatilag nem mozdult még az elmúlt pár órában. Tehát ezért kellett harmadfokú készültséget elrendelni. Ami jó hír, hogy a Záhonynál lassú, nagyon lassú, óránkénti 1-2 cm-es vízszint csökkenés észlelhető, úgyhogy ott most már lassan elkezdett apadni a folyó. Lejjebb ugye Dombrádnál másodfokú a készültség, illetve a Tokaj alatt lévő szakaszokon most úgy jelezték előre a vízjelzőszolgálat munkatárs, hogy elsőfokú készültséget kell majd elrendelni. Belvízzel elöntött területek Tiszabercel és Nagyhalász környékén, itt már másodfokúra emelték a belvízvédelmi készültséget. A megyében egyébként 2 település, Újfehértó és Tiszabezdét tart fenn a belterületen valamilyen fokú készültséget az elöntések miatt. A belvízhelyzet az egy kicsit rosszabbodott, több mint 40 ezer hektár most már az elöntés, és 35 szakaszon rendeltek el belvízvédelmi készültséget, ebből most már 14 szakasz másodfokú, tehát az ott jelenti, hogy nem csak 12 órában, hanem váltott műszakban, akár 2x8 órában dolgoznak a szivattyúk. Összesen egyébként a tegnapi napon 138 szivattyútelep dolgozott, és ugye ennek nagy része az Alföldön, az ország keleti részén van. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a következő napokban nem kell jelentős csapadékra számítani, és így folytatódhat az árhullámok levonulása.